Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Tallinnba érkezett csütörtök reggel. Margus Tsahkna észt külügyminiszter úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetésnek vette jó barátai Volodymyr Zelenszky elnök és Dmytro Kuleba külügyminiszter látogatását. Zelenszky elmondta, hogy nem lesz tűzszünet a fronton. Indoklása szerint a szünet most az oroszoknak kedvezne. Az Unión szerint Zelenszky elismerte, hogy a világnak nincs ideje megtölteni Ukrajna fegyverraktárait, ennek ellenére mindig ad elegendő segítséget. Ezzel szemben Oroszország komoly fegyverhiánnyal küzd, amit megpróbálnak kihasználni. Látjuk, hogy ez a hiány hogyan hat az oroszok stabilitására a csatatéren. Tartsunk szünetet, adjunk 2-3 évet az Orosz Föderációnak felkészülni az újabb harcokra. Nem vállalnánk ezt a kockázatot, hangsúlyozta az ukrán elnök. Úgy vélekedett, hogy egy ukrán vereség esetében Oroszország többi szomszédja, köztük a balti országok megtámadását is megkockáztatja. A három balti volt szovjet köztársaság ma a NATO és az EU tagja, és az orosz támadással szemben Kijev elkötelezett támogatói. Az Ukrenergo új áramfogyasztási rekordot rögzített. Közleményük szerint január 10-én a fogyasztás új rekordot ért el, különösen a reggeli órákban. Mint írják, irányító központunk egész nap arra törekszik, hogy egyensúlyba hozza az energiarendszer működését. Az energetikai szakemberek ismét felszólították a fogyasztókat, hogy takarékoskodjanak az árammal, hogy az energiarendszer a nehéz időjárási körülmények között is zavartalanul működhessen. A Rákóczi Szövetség meghívására 200 kárpátaljai szülő és gyermek tölthetett el egy hétvégét a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Valamennyien a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének tagjai. A meghívás gondolata a KMN-e karácsonyváró ünnepségén Beregszászon fogalmazódott meg a Rákóczi Szövetség elnökében. Közel 500 ember volt ott összezsúfolódva, vagy talán még annál is több. Akkor megmondom őszintén, hogy a szívem egy picit összeszorult. Mert érezhető volt az, hogy ez a közösség mennyire fontos, hogy létezik. Hogy az emberek csillogó szemmel ültek egymás mellett, és érezték azt, hogy nincsenek egyedül, mert ott vannak a társaik. Azok a családok, akik hasonló helyzetben élik meg Kárpátalján ezeket a háborús hétköznapokat. És akkor jött egy gondolat, egy bátorítás, amit aztán, hála Istennek, a Rákóczi Szövetség elnökségével nem volt nehéz megbeszélni és támogatásukat kérni hozzá, hogy hívjuk meg ide egy január elejé hétvégére a kárpátaljai családokat, gyermekeket, szüleiket, hogy legyenek együtt, hogy legyen itt is egy olyan élményük, amikor ki tudnak lépni az otthoni hétköznapokból, amikor jól tudják magukat érezni, amikor a gyermekeik együtt vannak, amikor a szülők is tudnak felszabadultan beszélgetni egymással, és hát örülünk, hogy nem messze Kárpátaljához, itt Sátoraljaújhelyen, az Emplén szívében, a Rákóczi táborban együtt tud lenni az a 200 szülő és gyermek. Ez egész összmagasság ott áll a Kárpátaljai magyar közösség mögött. A rendezvény résztvevőit a magyar kormány nevében Panyi Miklós államtitkár köszöntötte. A politikus kiemelte, nem csak a kormány, de az egész összmagyarság ott áll a kárpátaljai magyarok mögött. A magyar kormány a háború kitörése óta kiemelten támogatta és támogatja a kárpátaljai magyar közösséget, legyen szó a magyar oktatási intézmények, az egyházak, az önkormányzatok, a civil szervezetek, vagy akár a magyar családok támogatásáról. De természetesen a magyar kormány anyagi értelemben nem tud minden fontos olyan támogatást megadni, amire a magyar közösségnek szüksége van, hiszen fontos az anyagi támogatás mellett a szellemi-lelki támogatás, a szellemi-lelki megerősödés is, ehhez pedig közösségi életre, közösségi programokra van szükség. A mostani hétvége is arról szól, hogy a magyar családokat, a magyar nagycsaládosokat a hétköznapok nehézségeiből kiszakítva egy olyan eseményen láthassuk vendégül, ahol egy kicsit együtt lehetnek, ahol egy kicsit beszélgethetnek, ahol egy kicsit eltávolodnak a hétköznapok problémáitól, ahol egy kicsit közösséget alkotnak, ahol úgy érzik, hogy nincsenek egyedül, és ezáltal megerősödnek lelki értelemben is. Ennek szellemében szervezte meg a Rákóczi Szövetség a közösségi hétvégét is. Senki sem unatkozhatott, hiszen egymást követték a kulturális, szórakoztató és sportrendezvények. Volt vetélkedő, táncház, meseelőadás és többfajta kézműves foglalkozás.
feltöltődve fogunk hazamenni, és nagyon köszönjük a szervezőknek, a Rákóczi Szövetségnek ezt a hétvégét. Hát megismerkedünk más családokkal, jól érezzük magunkat, kicsit kikapcsolódunk az otthontól. Hát játszanak a gyerekek, barátkoznak, mi is ismerkedünk, hát mindenképpen jó. A tábort felkereste Bacskai József, ungvári magyar főkonzul is, aki köszöntőjében kiemelte, a külképviselet szoros kapcsolatokat ápol a nagycsaládos egyesülettel, és nagyra értékeli annak tevékenységét. Tavaly én emlékszem arra a pillanatra, amikor a cipős dobozokat adtuk át a gyerekeknek, ez is egy közös program volt, és utána részt vettem abban a óriási programban, amit a Szász Jenő szervezett, 4500 segélycsomag érkezett Kárpátaljára, amelyből 500-at a nagycsaládosok használhattak fel a saját céljaikra, illetve segítségnyújtásra a rászoruló embereknek. A nagycsaládosokkal a Felső-Tiszavidéken is együttműködtünk az elmúlt évben, hiszen a Técsői Református Líceum felszerelése kapcsán a nagycsaládosokra számíthattunk. Ők biztosítottak először 15 számítógépet az iskolai neveléshez, és ezt az elmúlt időszakban sikerült a magyar állam támogatásával kiegészíteni. Ma már minden gyerek rendelkezik a oktatás neveléshez megfelelő eszközzel. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagycsaládosokra szükség van, nem csak az anyaország részéről, hanem Kárpátalján is szükség van, hiszen ők adnak bizalmat az embereknek, reményt és hitet abban, hogy érdemes a szülőföldön megmaradni magyarnak. Szabadtéri programok is vártak a résztvevőkre. Bepillantást nyerhettek például a solymászat rejtelmeibe. Megismerhették azt a földön és levegőben is kiválóan teljesítő madarat, amellyel őseink évszázadokon keresztül vadásztak. A hagyományainkat elevenítették fel a karosi honfoglaláskori látogatóközpont munkatársai is. Hoztak magukkal fegyvereket, kórhű ruhákat, nem csak mutatóba. Mindent ki lehetett próbálni. A mai foglalkozás alkalmával a 10. században kicsit belekóstolhattunk, akár a öltözékekben, viseletekben, fegyverekben, páncélokban, mégis milyen ezeket viselni, milyen felvenni egy bőrpáncélt például, vagy éppen aki szeretett volna ebben a viszonylag hideg időben még báránybőrbe is bújhattunk, sőt ugye itt a kollégák az íjászatot, illetve éppen a karikás ostort is megmutatták, hogy hogyan működik a résztvevőknek. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a fiatalok, felnőttek is a múltunkkal, a 10. századunkkal is, ugye a honfoglalás korával, hiszen egyrészt ez egy nagyon nagy alapot adhat ugye akár a szellemi, lelki töltődésünknek, hogy ilyen őseink vannak, hiszen nagyon büszkének kell lenni rájuk, amiket elértek, amiket tettek. Biztosan tudjuk, hogy nélkülük ma nem lennénk itt, ma nem lenne ugye Magyarország, lehet, hogy nem lenne magyarság a Kárpát-medencében, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy a 10. századot is, illetve az előtti korokat is, tehát Árpád előtti, illetve utáni korokat is megismerjük, akár ilyen formában is, ahogy említettem az elébb, hiszen ez egy óriási gyerekeknek is, felnőtteknek is lelki töltést ad, és ezáltal szerintem sokkal boldogabban, illetve tudatosabban élhetjük a mindennapjainkat. A karikásostor köztudottan önveszélyes is lehet avatatlan kezekben. Ennek ellenére a bemutató után vállalkozó szellemű anyukák is kipróbálták több-kevesebb sikerrel. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek is megismerkedjenek ezekkel a játékokkal. Gyerekkoromban mi is játszottunk ostorral, íjjal, igaz, ezeket egyedül készítettük el, és nem voltak ilyen profik, mint ezek, de nagyon érdekes volt megpróbálni, hogy éltek őseink, hogy íjászkodtak, hogy vadásztak, hogy legeltették a nyájaikat, nagyon érdekes, nagyon jó lehetőség. Magyar nép az anyanyelvünk, a kultúránk, a dalaink és a játékaink, milyen összetartanak minket. Erről már Balatoni Katalin helyettes államtitkár beszélt, aki most nem csak politikusként, hanem pedagógusként is bemutatkozott egy mindenkit megmozgató programmal.
Szeretem megmutatni a magyar kultúrának egy olyan alkalmazását, ahol tényleg benne van a közösség, benne van az összetartozás, és nem csupán csak a nagyon fontos hagyományőrzés van benne, illetve a hagyomány éltetés és annak továbbadása, hanem szeretem azt megmutatni, hogy hogyan tudjuk ezt ma élővé tenni. És azt gondolom, hogy ez egy kiváló példája volt ennek, amit itt átéltünk. Az ITED-RA program 15 évvel ezelőtt indult, és az volt a cél, amit már itt említettem, hogy élvehetővé tegyük a magyar kultúrát, hogy része legyen a nevelésnek, és része legyen az oktatásnak is, mind a családok, mind pedig az intézmények életében. Kárpátalján is nagyon sokan alkalmazzák ezt a módszert. Természetesen a háború előtt több csoportunk is működött, de azóta is az ott dolgozó óvodapedagógusok, tanítók előszeretettel használják, és nagyon fontosnak tartom ebben a helyzetben is, hiszen a dalnak, a közös élményeknek a gyermekek szívében hangosabbnak kell lenni a félelemnél. Próbáljatok meg ebben a nehéz időben úgy összekapaszkodni társként, párként, hogy elismerjétek egymásban mindazt, ami szép és jó. Gyakorlatilag ezt a témát közelítette meg a mentálhigiéné szemszögéből Pólus Enikő. A szakember előadásában többek között rámutatott, a nehéz körülmények között kiemelten fontos, hogy egy családban ne legyenek tabu témák, mert azok plusz energiákat vesznek el. Rákóczisoknak köszönhetően így már nem első alkalommal tudtam kárpátaljai magyarokkal úgy találkozni, beszélgetni, gondolkodni, gyerekeknek is tartottam már előadást, hogy az a tenni akarás, az mindig is ott van a szívemben, mert nagyon könnyen hiteveszetté válhat ilyenkor az ember, meg egy nagy család, és azt gondolom, hogy nem csak inspirációra van szükség és motivációra, sokszor ilyenkor semmit nem ér, hanem erő átadásra, és olyan háborús helyzetben lévő muníció, lelki muníciókra, amik minden magyart megsegíthetnek akkor, hogyha mondjuk az a vész veszi körbe, ugye, ami elindult, most már egy kicsit mindenki hozzászokott a dolgokhoz, de a lélek nem tud mindenhez hozzászokni. És ezért egy kicsikét most már így az oldószereket hoztuk, hogy mi az, ami így oldhatja egy picit pszichésen ezt a folyamatos tartós állapotot. A táborban hitéleti programok is szerepeltek. Tóth Tamás, református lelkész, istentiszteletet tartott. Hát az üzenete az, hogy Isten bármennyire is sokszor úgy tűnik, hogy nem, de létezik, és Isten hatalmas, és az emberek számíthatnak arra, hogy Isten a próbákban, meg mindenféle nagyobb gondokban, különösen azokban, amikben most az itt lévők vannak, ott van mellettünk és mellénk akar állni, és hogy fedezzük fel, hogy létezik, és hogy szükségünk van rá, és hogyha egy ilyen nagyszerű segítőnk van, mint a mindenható Isten, akkor talán könnyebben vészeljük át mindazokat a dolgokat, amik körülvesznek bennünket. Valamiképpen válaszoljunk arra sok-sok jóra, amit ő tett, emberekért, többek között önökért is. Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes a Szentmisén úgy fogalmazott, ilyen alkalmakkor azt kérjük Istentől, öleljen egybe bennünket. Sok találkozás emléke ébredt föl bennem ezen a mai találkozáson, és mindig csodálattal néztem ezeknek az embereknek az összekapaszkodását, akik fölismerték azt, hogy vagy együtt, vagy elsüllyednek. Én azt kívánom nekik, hogy éljék továbbra is ezt a gondolkodást, ez a gondolkodás határozza meg az életüket, mert az élet drága, és az élet mindent megér, és viruljon Kárpátalján is a magyar élet, mégpedig példaadóan és üzenetet hordozóan mindazok felé is, akik más nyelvet beszélnek, de testvéreink Isten előtt. A hétvége jó alkalom volt arra is, hogy találkozni tudjon egy-egy nagy család összes tagja. Azok is, akik külföldön dolgoznak, és nincs lehetőségük hazamenni. Négyen érkeztünk a családunkból, édesapám, édesanyám, húgom és én. Itt dolgozom kint Nyíregyházán, de nagyon jól érezzük magunkat itten, nagyon jó kimozdulni ebből a fogaskerékből, hogy csak dolgozunk, pihenünk, dolgozunk. Nagyon jó az otthoni barátokkal lenni, nagyon jól érezzük magunkat itten, tényleg minden program szuper, szerintem megérte eljönni.
Az önfelett pillanatok, a várva várt találkozások, a szorosabb barátságok segítenek kitartani a nehézségek ellenére is a mindennapokban, mondta el stábunknak a KMN elnöke. Olyan családok is voltak, akik már 2 éve szétszakítottan élnek, vagy az édesapa, vagy a nagyfiú Magyarországon, valahol Európában, és itt volt a találkozási pont, és azért is hálásak vagyunk, hogy átjöhettünk, hiszen egy pár nappal ezelőtt nagycsaládosokat se engedtek át, úgyhogy tényleg egy kicsit ilyen isteni gondviselés, hogy mi itt lehettünk. Én azt gondolom, hogy közös tánc, a közös sportolás, a közös étkezés, meg úgy együtt a gyerekek, én azt gondolom, hogy barátságok születtek, és ezek a barátságok valószínűleg tovább tudnak vinni minket, illetve ez a feltődődés, amit adott nekünk ez a tábor, azt gondolom, hogy az egész évre ki fog hatni, és erőt fog nekünk adni a nehézségekben is, hogy tovább tudjuk vinni a munkánkat, az életünket, és reméljük, hogy a családok is tudnak egyesülni a jövőben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó partnerségnek a kezdete, és közös céljaink vannak. A legfontosabb céljunk az, hogy megmaradjon a magyarság Kárpátalján, és hogy magyar nagycsaládok legyenek, az iskolákban legyenek tanulók, az óvodákban gyerekek, és ez a legfontosabb, hogy megmaradjunk. A Rákóczi Szövetség hamarosan újabb programokat szervez Sátoraljóhelyen, már január közepétől kezdve kárpátaljai gyerekek és fiatalok számára.